Vivien Fable, Szennyből az angyal. 8. Piros posgás fiatalok álltak a küszöbön. Szám szerint hárman, életkoruk 4-től 12 évig terjedt, borzalmas méretű csomagok tornyosultak körülöttük. A ház előtti járda mellől éppen elsűvített az őket ide szállító taxi. A látogatás visszafordíthatatlannak rémlett. Barrett elállta az ajtót, gyanakvóan szemlézte az arcokat. Megfordult a fejében, hogy valamelyik excellatása álcázza magát így módon. Egy nagyból, három kicsi. Ügyes. Ám mert ilyet még nem hallott, elfogadta, hogy ez képtelenség. A kölykök is sandán méregették a küszöbre dermet, slafrakos figurát, és látszott rajtuk, tüstént kritikával fogják illetni. Barrett hátra szólt. Van itt valaki, aki három serdületlent vár ebédre? Volt ott valaki, aki kérdése hallatán hisztérikusan felsikoltott a háttérben. Tonya elkínzott nyögéssel felelt nővére kitörésére. Oké, mondta Barrett a fiataloknak. Itt ismernek benneteket. Bejöttök? A leánykák mögött álló 180 magas, 46-os lábú, tehát úgy cirka 12 éves legény felmordult. Na-na, majd itt pakoljuk ki a fogkefénket a havon. Jó sok fogkefét hoztatok, vélekedett Grant a pakkókra mutatva. Gondolom, sokáig maradtok. Seggfej, sziszegte a serdülő. Dzsoki vagyok, maga kicsoda. A nagyi neurotikus lesz, ha megtudja, hogy felvette a pongyoláját. A nagyi már is neurotikus, mutatott rá a középső gyermek, akitán 10 éves lehetett, 170 nyurga volt, 40-es csizmát viselt. Legfeljebb nem tudja meg, mondta Barrett, a fiatalok tapintatos voltát puhatolva. Megtudja, szögezte le a legkisebb orgonasíp, hegyke piros sapkában, szőrmekabátban, strandlabda tundin. Ő talán 4 éves lehetett, kicsi volt, felszegett állú, bájos orcegödröcskék gőgösítették vonásait. Na, és apátok hol van? De talán a következő taxival várható? A fater nem jön, de dörrend Joki. Ki maga? Barrettnak hívnak. Amúgy kicsoda, csak nem Tonya krapekja, a másik pacákok legalább gatyában jártak. Úgy érted, hogy az elődeim nadrágot viseltek? Úgy is érthetem. Hol a nagynéném? Letargiában, ugyanis attól tartok, nem számított rátok. Attól még bemennénk. Zimi van idekint, magának mindjárt koppanva leesnek a magyarói. E prognózis hallatán az édes leánykák kuncogásban törtek ki, melyen végezvén a nagyobbik, feddőleg fivérére szólott. Viselkedj, Joki, gondolj a társadalmi pozíciónkra. Blabla, förmette szólított. Szörnyen helyesek, mondta Barrett az ajtóból ellépve, immár a mögötte toporgó Tonyének. A lány süket néma jelzésekkel próbálta a férfi értésére adni, egy szót se szóljon Jáspis ittlétéről. Grant hallotta is a felfelé inaló nővér talp dübörgését, ám úgy tett, mintha nem értene jelbeszédül. Hölgyem, a helyzet kínos, és egyre csak kínosodik, jelentette komornyikos meghajlással. Tonya nem felelt, fanyar mosollyal fogadta a beáradó seregletet. A srácok beözönlöttek, viszont az összes csomagjuk kint maradt. Az utolsóként belépő Joki lekezelő kevés pillantást vetett az ajtónállóra, akár egy gróffi. Barrett értett belőle. A küszöbön csoportosuló bőröndökre nézett, aztán elömlött jellegzetes vigyora. Biccentett és becsukta az ajtót. A mosti közbiztonság mellett nem tanácsos őrizetlenül hagyni a holmit, mondta, még egy rakomány fogkefét sem. Hozza be, parancsolta a nagyobbik leány. Összemondta, nyögte Tonya. A brilliáns logikájú Grand megjegyezte. Gondolom a parányi lánykát meg Pamélának hívják. Születésükkor nem volt kéznél az utónévkönyv, csak a tévéműsor. Úgy van, bólintott Tonya. Végignézett jövevény szerettein. Srácok, ne szórakozzatok Barrettel, hozzátok be a cuccotokat, aztán leülünk és megbeszéljük, mi történt veletek. Amúgy hogy vagy? Kérdezte Joki félvárról. Már nem kergeted a kis fehér egereket? Tonya a pasashoz fordult. Arra célos, hogy egy ideig be voltam dilizve. Egy ideig, csicsergett Pamela. Anyukám szerint már ilyennek keletkeztél. Jáspis ezt remekül meg tudja ítélni, hagyta rá címzet. Ő világ életében az abszolút normális volt. Erre vall a keresztnevetek is. Na, cuccoljatok be! Miután ez megtörtént, a fiatalok a kanapéra roskadtak. Ennek láttán Barrett memóriájában felrémlett egysmás, tehát alaposan leizzadt. Íziben kidolgozta a stratégiát. Kölyköket felcsalni az emeletre, mi az már letrógerolni a pincébe, télapóval szuszpenzort hozatni.
Parancsoltak egy korty viszkit? Érdeklődött házigazdásan. Minden alkalmat megragad, hogy csak piálhasson, mi? Förmet rá Dzsoki. Az utcára is kimegy a nagy igöncében? Van egyáltalán sajátja? Vagy netán egyenesen a sitről jött? Apu mondta, hogy most egy sereg gazember tódult ki a börtönökből. Mindnek ki van a segge, karácsonykor nem a Mikulás fog kibejárni a kéményen, hanem a betörők. Atyád elmés ember lehet, fanyalgott Grant. Az is, vágta rá a serdületlen. Derék, bólintott Tonya, na ki velem is szél hozott benneteket? Itt van az anyu, úgy is tudjuk, hogy itt van az anyu, nyafogta Pamela. Karácsonykor az anyukánk mellett a helyünk. Azért nem lehetett olyan nagyon rossz sorotok az apukátok mellett sem. Anyu szégyelleti magát, hogy éppen a szeretett szent ünnepén csinálta meg a cirkuszt, amikor pedig a családja mellett lenne a helye, nagy-nagy békességben, jelentette ki a kicsi lány. Szőrme kabátját levetve sem lett vékonyabb. Tonya felsóhajtott. Téged indigónak kellett volna keresztelni, szó szerint idézett apád szövegét. Anyátok egyedül létre vágyik, ha ma, akkor ma. Ennyit Jeremy is kibírhatott volna veletek. Az anyut akarom, hordította Pamela, majd eltorzult arccal hosszan sikított. Barrett összerezzent. Ettől a szirén hangtól a holtak is felrebbennek, pláne Púder. A fejlődő szervezetre pisszegett. Samantha elhúzta a száját. Mostanában folyton ezt csinálja, nem lehet kibírni. Ha csitítja, még jobban csitít. És ha a fenekére vernek? Érdeklődött a pasas. Mit forgat a fejében? Nyögött Tonya. Szadista, vetette oda megvetően Dzsoki. Samantha újra elhúzta a száját, bátyjára sandított. Ez meg örökké agresszív, és neki mindenki hülye buzi. Pamela ismét felsikított. Gratulálok a kis rokonokhoz, mondta Barrett, és a megrodgyant lány kezét rázgatta, mert ő boldogság lát az élete. Ki ez? Szívózott Dzsoki. Hányszor kérdeztem már? Úgy érti, magyarázta Samantha, hogy milyen pozíciót tölt be melletted. Barrett, sóhajtotta Tonya. Hát ő a... Nagyon régi barátok vagyunk, ragadta el a szót Grant. Még az előző életünkből ismerjük egymást, a jelenlegiben még jobban elmélyítjük a kapcsolatunkat. Azért vagyok itt, hogy emlékeztessem. 4 óránként vegye be a dilidrazsét, este mosson fogat, reggel igyon tejet, délben egyen halat. Ne gondoljátok, hogy ez áldozat. Ó, nem. Amikor nemrég én jártam hasonló csukában, tudjátok, az volt a fixa ideám, hogy mókus formára kell nyeslem minden bokrot a városban, köztéren és magánkertekben egyaránt. Nagyon kimerítő déli volt különben. Pláne, mert még lőttek is rám közben, nem csak légpuskával, hanem vadászfegyverrel és kézi rakétavetővel is. Szóval, amikor én nem voltam igazán jól, a ti ángyatok karolt fel, rémtürelmes volt, mindig gyengéden csavarta ki a kezemből a metszéullót, hazavitt, beadta a gyógyszereimet, lefektetett és betakargatott. Pedig milyen helyesek a mókus forma bokrocskák? Jelenleg új formációkör kiötlésén dolgozom. Azt hiszem, dúsítani fogom a repertoáromat. Kis Csibe és Csibuci lesz a következő bozót fazon. Egyébként díjtalanul nyesek. Van kertetek, buxusos? Ez hülye, nyögte Dzsoki. Nem átlagos pasas, az biztos, vont vállat a lány. Na hát szóval, ő a barátom. Ha megtalálna halni, töm ki okvetlen, tanácsolta a fiú. Ha nem boldogulsz, hozd el nekem mélyhűtve. Már többször preparáltam, értek hozzá. Pamela felsegított. Vörös arccal, düllett szemmel üvöltött egy percig, majd varázsütésszerűen kisimultak a vonásai, és azt mondta. Kitömte a halott papagájt, az elgázolt cicát az utcáról, és majdnem kitömött egy alvó kutyust is, de az szerencsére felriadt, és megfenyegette a fogaival, hogy majd jól megharapja. Anyu nem szereti, ha többdös, mert az ő kozmetikai vattája fogy el tőle, később meg szörnyen büdös lesz mindenütt a házban. Barrett köhintett, és megjegyezte. A mamám, amikor aglegényé nevelt, a gyerekáldásról vagy az áldott gyerekekről is ejtett néhány szót. Például, az apróságok előtt inkább nem idézem a tanácsát. Majd visszatérünk rá, fenyegette meg Tonya. A serdülőköz fordult. Nyugodjatok meg, anyátok egészséges, legalábbis szervileg. Bátran hazamehettek. Nem lehet, mondta Pamela. Apu elment otthonról, a bejárón és szabadnapos. Elhoztuk a cuccunkat, meg az ajándékokat is. Nálad üljük meg a karácsonyt. Te is kapsz meglepetést. Már megkaptam, és nem is vagyok túl rajta. Jeremy miért gondolta, hogy hozzám kell címeznie benneteket? Samantha, a család esze felsóhajtott, mert az idegeire ment, hogy a nagynénje tök értetlent. Apu kikövetkeztette, hogy anyut csak is ide jöhetett. Ad egy, a barátnőivel nincs olyan barátságban, hogy karácsonykor a nyakukba varhassa magát. Ad kettő, a nagy ékhoz tutira nem ment, mert velük már 5 perc után üvöltözve vitatkozna.
Adhárom, senki más nem jöhet szóba rajtad kívül, mivel neked senkit sincs mióta begolyóztál, te frankón dilis vagy, két lütyő, egy pár, percek alatt extázisba juttatjátok egymást a nyavajgásaitokkal. Tonya talpra szökkent. Hol az apád? Beszélni akarok vele. Elment, és nem mondta meg hová, kiabált Joki. Te meg régen becsavarodtál, ők viszont direkt megvárták vele a karácsonyt. Ezt tették velünk. Sajnálom, sohajtott a lány. Visszaereszkedett a fotel karfájára. Higgyétek el, őszintén sajnálom, de momentán az a helyzet, hogy a fenébe halljátok az igazat, rosszabbkor nem is jöhettetek volna, itt nem maradhattok. Pamela sikítozni kezdett. Samantha, amolyan, nem megmondtam, arckifejezéssel jegesen vigyorgott. Joki az asztal lábát rugdalta, az asztal a lábát fájlalta. Barrett a konyha felé sonfordált. Hol a rizsámozó? Kérdezte. Az abhegyező mellett, vetette oda Tonya. Véreim, vegyük fontolóra, mit tehetünk. Anyátok hollétéről függetlenül elmehetnétek például a nagyiékhoz. Nem megyünk, jelentette ki Joki. Az anyut akarjuk. A nagyiék örökké vitatkoznak egymással, és mert süketek akár az ágyú, üvöltenek, és a tévéjük is egész nap ordít, és napottat sem megyünk innen. Hallgassatok az ágyatokra, tanácsolta Barrett kezei közt a konyhakész rizst tartalmazó dobozzal, a vajtartóval, egy zacskó fűszerporral, a vízzel töltött mérőpohárral, és egy óriási piros lábossal. A dili gyógyászok megtiltották neki, hogy emberek közé menjen. Következésképpen az emberek sem mehetnek ő közé. Nagyon veszélyes. Én percenként heves szívdobogást kapok tőle. Mellesleg főzni sem tud. Hogyan is viselhetnék gondotokat? Taxit hívunk, és elkocsisztok a tatájékhoz. Maga ne dumáljon bele! Mi köze hozzá? Dühöngött Joki. Lőttünk a dugásának. Direkt örülök neki. Ki nem állhatom magát, hülye buzi! Barrett komoly arccal pillantott az ifjú harcosra. Nézd, én érvelni is tudok, de sürgős esetben hatásosabbnak tartok egy baromi pofont. Úgy sem mer megütni, nyugtatta bátyját Samantha, majd lángoló tekintettel a férfihoz fordult. Minket még sosem vert meg senki. A bébi csőszök, akik megpróbálták, azóta már dinnyére csőszködnek. Ehhez tartsa magát. Intellektuális lány vagy, látom, felelte Grant. Megveted a tetlek megnyilvánuló erőszakot. Fegyvered a verbál agresszió. Ismerek ilyen fazonokat, nem viselkednek durván, nem is beszélnek durván, az a durva, amit közölnek. Ha így nem boldogulnak, bérgyilkosért üzennek. Számukra így természetes. Pamela egy ideje már kukkot sem értett a beszélgetésből. Úgy vélte, emlékeztetnie kellene a közönségét a jelenlétére. Sikítozni kezdett. Ez a gyerek lelki beteg, állapította meg Tonya szívbéli aggodalommal. Nem beteg, szögezte le Samantha, de nem is egészséges. Másikítania se szabad, csak mert gyerek. Nos, sóhajtott a lány, megértem, hogy nem vagytok fényes kedvetekben, de nem kell görcsölnötök, nincs komoly baj. Anyátok kiborult egy kicsit. Majd rendbe jön, szerintem hamarosan. Nem kell attól tartanatok, hogy elveszítetek őt vagy az apátokat. Ha ez a dolog nem most karácsonykor történt volna, fel sem tűnik nektek. Menjetek el a nagyékhoz, rájuk van szükségetek. Ők majd hosszan sopánkodnak, megítélik a bűnösöket, elbabuskatnak benneteket. És te? Kérdezte félrehajtott fejjel Samantha. Gyönyörű 10 éves volt, nyurga, ceruzavékony, keskeny arcú, kékszemű, kalászszőke. Én? Ja, hogy én? Sajnállak titeket, szánom, Jáspist, de most a magam dolgával óhajtok foglalkozni. Lelketlen vagy és közönyös. Szívem szerint panelnek hívnálak. Tudom, ti most egyfajta viselkedést vártok el tőlem, de van másfajta is. Ezt kellene tudomásul vennetek. Te egy picit zseni vagy, sejtjük, amióta másfél évesen megszólaltál. Nagy dolog az, ha valaki latinul is tudja a légy, a szúnyog, meg a tárnics nevét, de értelmes attól leszel, ha mindazt, amit a fejedbe zsúfoltál, nem taglóként használod, hanem kreatíve veszed használt. Bírtál követni? Nem. Kár, megvádoltál lelketlenséggel és közönösséggel, holott jelen esetben legfeljebb önző vagyok. Önzök, mert Barrettel óhajtok karácsonyozni, kettesben, négy szem közt. Meg négy láb közt, vetette oda Joki. Akár, magánügy. Szörnyű nagy tragédia, nem történt veletek. Nagyanyátoknál remek helyen lennétek, tehát oda küldelek benneteket. Viselkedésemet nem szükséges végletesen minősíteni. Most értettél? Nem, felelte makacsul összeszorított szájjal Samantha. Jó, sóhajtott a lány, ki tudja hányadszor. Megpróbálok még érthetőbben beszélni. Hol a borsó? Vetette közbe Barrett. A hátamon. Továbbá? A kamrában, konzervdobozban, akár el se olvassa a címkét, a fotó alapján is felismeri. A borsó apró, gömbölyű, zöld és guriga. Kösz!
Tonya visszafordult a konokképet vágó 10 éveshez. Anyát sem köteles feláldozni magát, értetek? Én sem. Senki. Ez valahogy beivódott a köztudatba, és nem akar kiszáradni onnan, mert sokkal kényelmesebb panelekben megnyilvánulni, mint saját fővel gondolkodni. A szabadság oltári kívánatos valami, ám ahhoz, hogy az ember szabad lehessen, legelsősorban önmagát kell meg- és felszabadítania, például az efféle görcsös társadalmi elvárások alól. Anyát semmi nő bűnt nem követett el, és nekem sem kell vezekelnem miatta. Ha ezt elfogadod, már is elfogadhatóban látszik a döntésem, miszerint nem, sajnos ezúttal nem jó helyre jöttetek. De van jobb, felhívom a nagyit. Ha felhívod, azt is meséld el neki, de nagyon részletesen, miféle pacák van itt nálad, és mit visel, követelte Joki. Pamela a kanapéról átült Tonya ölébe, és hízelkedő mosolygással mindhárom arcgödröcskéjét elmélyítette. Ráérsz elcsizni, ha már megettük Barrett bácsi hátborsó főzelékét. Grant a fejéhez kapott. Várjunk, a rizibiziben melyik a rizs és melyik a borsó? Mindegy, tegyük fel, hogy én most hátborsó rizit alkottam. Lesz hozzá töltött pulyka is. Fúj, utálom, jelentette ki Joki. A te korodban vérciki lehet bármit is szeretni, mondta megértően Tonya. Honnan tudod, van ekkora gyereked? Mordult a fiú. Nekem nincs, de van a nővéremnek, pluszban remek a memóriám, és emlékszem saját gyűlölet korszakomra. Nálam kicsit később következett be, átesik ezen mindenki. Aztán nem is nagyvártatva visszakapja a gyerekeitől mindazt a kint, amit hajdan ő okozott a szüleinek. Pamela átölelte Tonya nyakát, nedves csókot lehelt az állára, orrahegyére, majd hátrahajtotta fejét, hogy élesen lássa az arcát, és búgón megérdeklődte. Ugye te szeretsz minket? Igen, szeretlek benneteket. Arára szeret, csattant fel Samantha, épp az imént hajított el a fenébe. Igen, az előbb kértem, hogy menjetek inkább a nagyékhoz, mert nekem most privát dolgom van, amivel természetesen nem azt demonstráltam, hogy nem szeretlek titeket. Úgy látom, még mindig nem értesz. Mert majd a nagyi érteni fog. Elképzelheted, mit mond majd. Le leszel tolva. Tonya bólintott. Könnyen lehet. Barrett a mikrosütőbe tette a felszeletelt pulykát. Míg az melegedett, tárra borította a gőzölgő hátborsó rizit, és himalaját formázott belőle. Teríteni tud? Kérdezte a lányt. Meseljen, hányan vagyunk? A pasas előszedte a bal kezét, és abban a reményben, hogy elegendő újat talál rajta, számolgatni kezdett. 3 gyerek, valamint 3... Nem. 5 felnőtt. Na nézd, hülyeségeket beszélek. Számolja össze maga. Asztal tud? Elférünk az ebédlőasztalnál. Hányan vagyunk? Kérdezte élesen Samantha. Szeme összevillant a bátyjáéval. Joki elszánt képpel talpra szökkent, és felkapta az egyik sportáskát. Na, én felmegyek, és választok magamnak hálószobát. Nem mész föl, csattant Tonya. Úgyis megmondalak a nagyinak. Tök hülye vagy, kisfiam. A nagyival akarsz engem sakban tartani, 30 évesen? Majd jól ráduszítom, aztán nézegethetsz. Múltkor is hogy kiborított a szülinapi partiján? Ez igaz. Anyám léptelnyomon kiborít. Elárulok neked valamit, ha netán még nem tudnád. Az ember csak a barátait válogathatja meg, a rokonait nem. Ergo, ha a nagyi nem az anyám lenne, nem túl sűrűn keresgélném a társaságát, holott szeretem őt. Naponta 10 perc is elég belőle, akár telefonon, akár személyesen, de tartok tőle, hogy faxon is az érületbe tudna hajszolni. A nagyról meg a faxról jut eszembe, rikkantott a család esze, Samantha, egy percre feledve sértettségét. Amikor a nagyapa beszereltette otthon a faxot, a nagyi épp befejezett egy levelet. Gondolta, hogy már semmi keresni valója a postán, borítékba tette a levelet, gondosan leragasztotta minden irányból, majd a gépbe tömte, és elfaxolta a barátnőjének. 5 perc múlva csörgött a telefon, a barátnője zokogott a röhögéstől, mire felfogadta a nagyival, hogy egész egyszerűen képtelen felbontani a borítékot. Mi ebben a vicc? Érdeklődött Pamela. Kis hülye, már nem emlékszel, amikor egyszer a nagyi mondta neked, hogy most készült el a palacsintával, és te könyörögtél, milyen finom lenne enni belőle, és ő küldött egyet faxon. Íz lett? Tudd meg, hogy igenis íz lett. Pamela leszökkent Tonya öléből. Teljes testmagasságában kiúszta magát Döjf nővére előtt, csípőre vágta a kezét és toppantott. Nagyon, nagyon fincsi volt. Meg is lekvároztam. Nem volt papírízű? Fincsi volt. Pamela fülig kidugott nyelvvel körbe nyalta a száját. Fincsi volt, a nagy is ütötte. Belőled még lehet valami, mondta Tonya. Miért belőle? Miért pont belőle? Szűkölt Samantha. Nem bánom, ha megmondod a palacsinta latin nevét, akkor belőled is, hagyta rá az ány
Angy enyhedűvve. A mikrosütő csengetett, tudatván, hogy a maga részéről melegnek tekinti a pulykát. A jelre Tonyetan terítenén indult. Kitárta a szekrény ajtót, a tányérokért nyúlt, és teljesen elbizonytalanodott. Hányan vagyunk? Motyogta. Mert ugye, ha öten vannak, akkor Jászmis elasszik odafenn. Ha viszont hatan vannak, akkor lelebbezi itt létét. Oda a nővér nyugalma, sarjai számon kérik tőle, hogy miért pont karácsonykor tart lelki krízist. Bárett a nagy konspiratőr törte a fejét, miként segíthetné át baján a lányt. Villant az esze. Lekapott egy tányért a szekrényből, teleszette finomságokkal, és felfelé indult vele. Hát a kés, a villa, szólt utána élesen Dzsoki. Ó, az én kockás pitonom nem eszik se kést, se villát. Szívesen megmutatnám nektek, de szer felett mogorva dög. Mérges? Kérdezte Pamela. Mérges, dühöngő veszedelem. Pedig már eltiltottam a tévézéstől, szerintem attól veszekedett meg. Főként a hülyecske reklámfilmek mentek az agyára, de némelyik híradótól is kiakadt. Még sok időbe telik, míg tökéletesen rendbe jön. Tegnap reggel a postást folytogatta, és nem sokkal azután, hogy szétválasztottam őket, megtámadta a Mikulást, miközben szegény flótás a csizmában tömdöste a szaloncukrot. Jaj, aggódott a parány, megmentetted szegényt? Persze, ne izgulj, a Mikulás épp és egészséges. Hogy hívják a pitonodat? Tudod, az úgy volt, hogy a piton tojáskora óta rühelte, hogy ő kockás. Kockás, mint a skót szoknya, mint a keresztrejtvény. Nem, és nem akart kockás lenni. De hát, ha egyszer valaki kockás pitonnak születik, hát ez bizony fenemód kocka mintás. Amikor magamhoz vettem és meghallgattam a bánatát, igazképpen elneveztem őt Csíkosnak, és ez boldoggá tette, hogy már nem teljesen kockás. Bárett folytatta útját felfelé. Pamela utána rikkantott. Üdvözlöm Csíkost! Ekkor megkondult a csengő. A pasas fásultan leszólt a magasból. Mindenki őrizze meg a nyugalmát, Tonye, vegyen elő még egy tányért és nyisson ajtót. Ha rokona érkezett, hívja meg őt ebédre. Ha valaki már megint szerelni akar a pincében, a tányérral csapja fejbe az illetőt. Rögtön jövök. Megcsörgette a köntös zsebébe lopott eszcágot, és bekopogott Jászmishoz.